sok szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket, mélyen tisztelt vendégeinket. Ezen szombat délelőttön Isten tiszteletünk megnyitására énekelni fogjuk a 27-es számú énekünket az atyáink énekeiből.
Köszönjük Istenünk azt a magasztos előjogot, hogy itt lehetünk a te szent házadban, mi veled találkozunk és együtt testvéreinkkel. Segíts meg bennünket úgy, amint énekeltük, hogy a te őrszemed elvezet bennünket a földi életben egész végig, amíg eljutunk a mennyi otthonunkba. Kérünk, válts be ezen ígéretedet. És mostan is légy közöttünk, áld meg együttlétünket, áld meg ígédet, áld meg ígédnek közvetítőit, szólóját, áld meg mindannyiunk szívét, lelkét, értelmét, adj értelmet, bölcsességet, hogy felfogjuk az ígét, az üzenetet, és azt magunkévá téve tudjunk annak a világosságban járva dicsőségedre és embertársunk áldására élni. Köszönjük, hogy meghallgattad kérésünket, és közöttünk leszel, hisz Jézus szentében jöttünk hozzád. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm ismét a kedves testvéri közösséget. Néhány kijelentéssel szeretnék a gyülekezet elé jönni. Gyülekezetünknek egy hétről hétre gyakorolt szokását szeretném újból a figyelmetekbe ajánlani, az egymásért való könyörgést. Az előttünk álló héten nem csak a betegekért és az idősökért szólítlak fel benneteket az imádkozásra, hanem egy újabb családért is, és ez a család nem más, mint idősebb Mészáros János testvérünk és kedves családjáért. Hiszem azt, hogy a Jóisten áldásban fogja részesíteni őket a mi imáinknak hatására. A következő szombat egy különleges szombat lesz, délelőtt is, és délután is ünnepélyes istentiszteleteink lesznek, a hálaadás szombatja lesz. Akik szeretnének az őszi hálaadó ünnepéhez hozzájárulni valamivel, azok megtehetik azt, idejébe kérem, hogy juttassák el azt a gyülekezetünkbe. Van egy kijelentésem még egy folyóirattal kapcsolatosan. Ennek a folyóiratnak a címe Van remény. Ez a folyóirat egy különleges számból áll, amelyet az év végén fog megjelenni. Nagyon kedvezményes áron, mindössze két leért, vagy megvan adva az ára forintba is, 120 forint, azért, mert a magyar testvéreink szerkezték együtt a magyar ajkú erdélyi testvéreinkkel. A Van Remény missziós kiadványban 9 cikk foglalkozik a várakozás, a jelek, az eljövetel bibliai tanításaival, a mai ember számára elérhető tálalásban. A szerzők között van Szigeti Jenő, Szilvási József, Kovács Bíró János, Magyarosi Barna, Galusz László, Kovács Árpád is, ahogy az interneten megnéztem a mintapéldányt, ő is köztük van. A magazint az ünnepek előtt lehetne terjeszteni azok körében, akik keresik a reménységet. A nyomtatásra október első felében kerül sor Magyarországon. A kiadvány terjesztésébe kapcsolódnak a Kárpát-medencei Magyar Adventista Közösség, erdélyi, magyarországi, újvidéki és kárpátaljai gyülekezetei. Reménykedünk, hogy a példányszám eléri a 30 ezer darabot, ezért az ára ilyen kedvezményes, mindössze két lej. 92 oldalas, 4 színnyomású, A5-ös méretű kiadvány, fényes és tűzött. Tehát egy nagyon szép folyóiratról is van szó, esztétikailag, nem beszélve a tartalmáról. Jó lenne, hogyha a gyülekezetek a saját költségvetésükből is erre a misszió célra feltennének, de azon túlmenőleg fel vagyunk hívva, hogy mindnyájan gondoljuk át azt, hogy
hány személynek tudnánk egy ilyen folyóiratot eljuttatni, mert igazából ennek a folyóiratnak missziós jellegű célja van. Gondoljuk el tehát magyar nyelvi ismerőseinket, és rendeljük meg az istentisztelet után Nagy József testvérünknél, hogy utána pedig ez a rendelés szám le legyen adva. Persze a gyülekezet is hozzá fog adni egy bizonyos példányszámot, ami a megrendeléshez tartozik, de személyesen vállaljuk fel, hogy mennyit tudunk ebből a missziós jellegű folyóiratból továbbadni. Most pedig szeretném, hogyha meghallgatnánk, Nagykassa testvér szeretne átadni egy üzenetet, és utána pedig az adakozásra való felhívást. A feleségem részéről üdvözletet hozok a gyülekezet számára. Üdvözli a közösséget. Jelenleg bent van a kórházba egy utókezelésen, szintén ott van a rekuperárén, a neurológián. Szeretne is itt lenni, de nem lehet. Ugyanakkor köszönjük minden egyes testvérnek, akik imádkoztok érette, tehát a közmenő imát végzitek. Az áldjon meg benneteket, és segítsen meg, hogy tovább is együtt érezve támogassuk egymást, úgy őt, mint más beteg testvéreinket, hogy együtt tudjunk haladni az élet ösvényén a végső célra, a mennyei hazába. Köszönöm szépen! Szeretnénk, hogyha Nagykassa testvér átadná Illikének a testvéri közösség szeretetteljes üdvözletét. Vigyed magaddal. Köszönöm szépen. Minden egyes keresztény felhívást kapott Jézustól, hogy tanítványa legyen. Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Elsősorban az önmagunkról való lemondásról van szó. Ahogy Jézus is Atya akaratát követte, a tanítványok Jézus Krisztus akaratát kell követniük. Jézus arra inti az embereket a Szentírásban, hogy adják át akaratukat mennyei Atyánknak, és Krisztusért éljenek, nem magukért. Jézus még akkor is alávetette magát az Atya akaratának, ha ez a terv a szenvedést és még a kereszthalált is feltételezte. Jézus követése iránti vágyában az embernek le kell mondania az önzés lelkületéről, amely minden bűn alapja. Jézus Krisztus tisztán bemutatja a tanítványság feltételeit. Ma, mikor a tizedet és az adományokat felajánlod, ne feledd, hogy e gesztus által elismered Isten életed urának. Amen. A tizedet és az adományokat gyűjtjük. Drága Istenünk, megérkeztünk a negyed év utolsó szombatján, amikor teljes hálával megköszönjük a jóságodat, a szeretetedet, a kegyelmedet, a gondviselésedet, hogy megbocsász minden egyes alkalommal.
Megköszönjük, hogy felébredtünk ezen a csodálatos szombaton. Kérlek, fogadd el a tizedet, amit jó szívvel hoztunk, és add, hogy megfelelő helyre jusson. Kérlek, töltsd meg a mi szívünket a te jelenléteddel. Kérlek, tisztítsd meg, és irányítsd meg a mi gondolatainkat, szívünket, hogy szeretettel forduljunk embertársainkhoz, és főleg te hozzád. Kérlek, hozz áldásod az egész gyülekezetre, légy az ige szólóval, add, hogy fontoljuk meg azt, amit hallunk, és tegyük gyakorlatban is. Kérlek, hozz áldást az ifjúságra, az időseinkre, de legfőképpen a betegeinkre. Légy mindazokkal, akik vágynak a te szeretetedre és gondviselésedre. Köszönjük, hogy meghallgattad imáinkat. Áldva legyen a te szent neved, most és mindörökre. Ámen. Hálával tartozunk a mi mennyatyánknak az ő áldásaért, hogy ilyen szép szombat délelőtöt adott ez alkalommal is a mi részünkre. Mielőtt Isten igéjét megnyitnám, szeretném, ha a Fugyi gyülekezet szeretetteljes üdvözletét vennétek, fogadnátok, hiszen testvérgyülekezet vagyunk, és örvendünk, ha egymással találkozunk, és a Fugyi testvérek üdvözölnek ez alkalommal benneteket. Isten igéjét a kis profétáknál, az egyikénél szeretném megnyitni, Ageus próféta könyve első fejezetének a 7. versét olvassuk el, és néhány gondolatban tanulmányozzunk e felett. Azt mondja a seregeknek, Ura, gondoljátok meg jól a ti útaitokat. Ageus próféta ezer évvel ezelőtt szólta ezeket a gondolatokat a fogságból hazatért zsidóknak. 70 évig volt fogságba Izrael népe, Babilonba, és most lejárt a 70 év, úgy, ahogy a proféták megjövendölték, és a népnek lehetősége volt hazatérni, visszatérni. Isten különleges munkával bízta meg a zsidó népet, amely a fogságból hazatért. Legalább két fontos feladata volt, amit teljesíteniük kellett volna. Építsék fel azt a templomot, amit Nabukodonozor lerombolt,
és állítsák helyre azt, amit Isten szeretett volna látni az ő népében, hogy a világ környezetükben élő emberek lássák, hogy van egy nemzet, amely Istent szolgálja, amelyet Isten megáld, és ők Isten gyermekei. Tehát világosságul rendelte őket a környezetükben élő népeknek. Tehát fel kellett volna építsék a templomot, és legyenek világosság környezetükben. Természetesen a nép egy része csak tért haza. Már nem is olyan jó szívvel akartak hazajönni, hiszen 70 évig voltak fogságba, ez alatt a 70 év alatt odaszoktak, legtöbbjük már ott született, nekik az volt a szülőföldjük, idegen volt részükre az a hely, ahova kellett menni, hosszú volt a vándorlás, és bizonytalannak látszott a helyzet. Azért mégis körülbelül 50 ezer ember visszatért abban az időben a régi ősi földjükre. Megérkeztek, és hálát adtak Istennek, hogy újból itthon lehetnek. Majd miután elhelyezkedtek, és miután elrendezték az ő életüket úgy, ahogy egy bizonyos időben összegyűltek az egészen Jeruzsálembe, és felállították a régi oltárt. Vagyis egy oltárt építettek, amelyen áldozhattak az Istennek. Úgy van feljegyezve, hogy erős alapra nagy, hatalmas oltárt építettek, mert féltek a környező népektől, és akarták, hogy az Isten oltára erős legyen. És ezen végezték a reggeli és esteli áldozatokat, és az Isten tiszteletet beindították. Majd hozzákezdett a nép a templom újjáépítésére. A romokat kezdték eltakarítani, hiszen tudjuk, 70 év alatt nem volt ott már senki, nem törődött senki semmivel, és az elburjánzott, elvadult táj helyére kellett felépíteni, a régi templom helyére az új templomot. És a nép hozzáfogott, és nagy kedvel dolgoztak, örventek, hogy csinálhassák ezt, amire Isten megkérte őket. És elég rövid időn belül megtakarították a terepet, és a régi hatalmas kövekből, amelyet Salamon abban az időben, amelyel Salamon felépített, amelyből felépített a templomot, újból odahelyezték és elkészítették a templom alapját. Örvendett a nép, boldog volt mindenki, öröméneket énekeltek. Úgy van feljegyezve Isten igébe, hogy az egész környék zengett az öröménektől. Boldogok voltak az emberek, hogy Isten templomának alapja már látszik. Építettünk Fugyiba egy imaházat, és olyan boldogok voltunk, amikor le volt öntve az alap. Amikor megvolt, amikor már látszott, hogy fog kinézni. Amikor már tudtuk, milyenek a méretek, addig még nem nagyon, de látszott, hogy mi is lesz belőle. Itt is már látszott a templom, látszott az alaprajza, ott voltak az alapok, és az emberek bizakodtak, hogy el fog készülni rövid időn belül az Úr temploma. Csak egy érdekes esemény történt, egy érdekes dolog. Voltak azok közül, a visszatért foglyok közül olyan régi idős emberek, akik már elég idősek lehettek, hiszen 70 évig voltak fogságba, de akik még látták a régi templomot, a Salamon templomát, azt az óriási, hatalmas templomot, amelyben addig dicsőítették az Istent. És eljönnek ezek az emberek, akik közül voltak papok, idős emberek, nagyobb, ilyen-olyan féle fajta rendű és rangú emberek. És mikor megnézték a templomot, megnézték a templom alaprajzát, elkezdtek sírni. A környező emberek nem tudták. Azok énekeltek örömükbe, ezek elkezdtek sírni, hogy mi is van itt tulajdonképpen. Hát miért sírtok? Hát hogy ne sírnánk? Milyen hatalmas volt ez a templom, és milyen egyszerű, kicsi az, amit most akartok építeni. Az egyik része a népnek örömében énekelt, a másik része sírt, és ez a sírás átterjedt a többiekre is. Már egy bizonyos idő után nem lehetett tudni kivenni, hogy ki sír, ki örül. Egy érdekes káosz keletkezett, és úgy írja az ige, hogy messzire elhallatszott, és a környező nép nem tudta, hogy mi van. És az ott levő zsidó emberek se tudták pontosan, mi is történik most tulajdonképpen, hiszen örömünnep ez, és úgy látszik, hogy sírásá fajul, és ezek az idős emberek mondták, hát ez a templom, hát az a hatalmas Isten, hogy néz ki ez a templom ahhoz képest?
És ez a hír elterjedt az építők között, elterjedt az emberek között, és az építők azt mondták, hát biztos nem jó templomot építünk. Kevés, kicsi. És az embereknek elment a kedvük az építéstől. Az építők lassan abba hagyták az építkezést, és úgy visszavonultak. Majd a környezetükben élő népek is elkezdték piszkálni őket. Tudjuk, a samaritánusok akartak ők is templomot építeni, akartak ők is segíteni neki, Izrael népe nem akarta. Majd a környező népek állandóan meg akarták akadályozni, hogy itt egy templom épüljön, és az emberek munkája szinte teljesen leállt. Az építők hátrahúzódtak, nem volt kedvük, nem csinálták tovább. Hazahúzódott mindenki az ő gazdaságába, és elkezdte végezni az ő mindennapi munkáját. Az isteni elvárás háttérbe szorult. Nem törődtek azzal, amit az Isten mondott. Építették az ő házukat, dolgoztak az ő gazdaságukba, és mindent megtettek, hogy jól éljenek. És azt mondták az emberek, mivel akadályok vannak, mivel nem megy a munka, biztos nincs itt még az ideje annak, hogy az Úrnak házat kell építeni. És ezzel megnyugtatták magukat, és mindenki végezte az ő dolgát. Ugyanúgy, ahogy napjainkban is, megnyugtassa magát az ember, messze van még az Úr eljövetele, ki tudja, mikor jöjj el. Nem muszáj annyira szigorúan, komolyan venni ezeket a dolgokat. És a nép visszahúzódott. És a nép nem épített tovább, saját dolgaikkal foglalkoztak. Az isteni elvárás teljesen háttérbe szorult. És az Úr meglátogatta ezt a népet. Egyszer nagy eső volt, amikor nem kellett, máskor nagy aszály volt, amikor eső kellett volna legyen, és valahogy észrevette a nép, hogy dolgozik, dolgozik, de nincs előrehaladás. Annyit munkálkodnak, és mégsem érnek el semmit. Tesznek, és nem haladnak előre, munkálkodnak, s fizikailag nem gyarapodnak. Nem tudták, mi is történik tulajdonképpen. Nem tudták felmérni a helyzetet. És egy ilyen alkalommal jelenik meg Ageus próféta ezzel a gondolattal, amit felolvastam. Azt mondja a seregeknek, ura, gondoljátok meg jól a ti útaitokat. Gondoljátok meg jól. Az isteni elvárás az volt, hogy templomot építsetek, és ti a saját házaitokat építitek. Az isteni elvárás az volt, hogy világosság legyetek, és ti elhúzódtok ki erre, ki arra. Nem veszitek észre, hogy az Úr nem ad áldást a ti földjeitekre. Nem veszitek észre, hogy a ti kezeitek munkáján nincs semmi áldás. És a nép elgondolkozott. Azt hiszem, hogy Ageus próféta beszéde nagyon illik a mi időnkre is. Keresztény világunk, és ebbe mi is beletartozunk, mi is hozzátartozunk, valahogy így vagyunk mi is. Az emberek kezdenek Istenről elfelelkezni. Az isteni elvárás, amely felénk, nekünk szól, az, hogy építsük mi is Istennek lelki egyházát, valahogy nem teljesül a mi életünkbe. Az az isteni elvárás, hogy legyünk világ világossága, valahogy szintén nem tudja Isten az ő akaratát rajtunk keresztül teljesíteni. Mi is úgy vagyunk, mint abban az időben a zsidó nép. Mi is visszahúzódunk, és mi is saját dolgainkkal foglalkozunk. A mi problémáink az elsőnk. Az, ami a legfontosabb, hogy mi mindennapokban boldoguljunk. Az a legfontosabb, ami életünkben, hogy házaink, gazdaságunk az előre haladjon. Hiszen kell mi is tartsunk a korral, és lépést tartsunk a többi emberekkel. Nem is volna ebbe semmi baj, ha az isteni dolgok nem szorultak volna teljesen háttérbe a mindennapi életünkbe. A zsidó népnek ez volt a baja. Nekünk is sajnos ez a problémánk. Abban az időben jöttek a régi, az idős emberek, és elbátortalanították a munkásokat azzal, hogy bezzeg régen milyen szép volt a templom. Én napjaiban is nagyon sokszor hallok ilyen hangokat. De régen, milyen jól ment a mű, milyen jó volt régen. Most bűnösök vagyunk, most rosszak vagyunk, most ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk. Igen, régen is jó volt, ami jó volt, és régen is voltak hibák. Napjainkban is vannak hibák,
És napjainkban is van olyan dolog, ami jó. És Isten szeretné, hogy a jó fejlődne a mi életünkbe. A másik dolog, ami a zsidó népet érintette akkor, a környezetükbe élő pogány nép hatása. Na ez érint bennünket is. A világ hatása. Az, amely valósággal megköti a kezünket. Az, ami bennünket hátráltat Isten munkájának előre vitelébe. És a keresztény világ valósággal elfelejkezett Istenről. Nem építsük Isten lelki egyházát. Ellenben sokat dolgozunk a mindennapi életbe. Sokat, sokkal többet kell dolgozunk, mint ahogy eddig dolgoztunk. Valahogy úgy vesszük észre, hogy dolgozunk, de szinte felesleges. Dolgozunk sokkal többet, és még sincs annyi, mint régen. Én körülbelül olyan 30 éve, még lehet több is, kertészkedéssel foglalkozunk, és úgy eszembe jutott a múltkor, hogy még a Ceausescu világban egy paprikáért, egy darab paprikáért kaptam egy liter benzint. Úgy eleinte, úgy mondjuk júniusban, kezdetben. Most egy liter benzinért kell legalább 2 kiló paprika. Mennyivel többet kell dolgozni, mert nem terem az többet, sokkal, mint régen. Mennyit kell dolgozni, hogy tartsad a szintet? Mennyit kell dolgozzunk a mindennapi életbe, hogy valamit el tudjunk érni? És kihasználjuk ezeket a lehetőségeket, ezeket a dolgokat. Csináljuk és dolgozunk és fáradozunk, és az Isten munkája háttérbe szorul. Nincs időnk Isten igéjét olvasni, nincs időnk közösségi életre, nincs időnk a családi életre, és sok mindenre nincs időnk. Korán kelünk, és későn fekszünk, és dolgozunk, és valahogy nincsen áldás. Jutkával együtt dolgozunk, és sokszor, amikor lehetőségünk van, beszélünk valamit, és kérdi, hogy vagyok. Hát mondom, nem olyan jól, mert sok mindent nem tudtam befejezni, hát ez nyáron volt, nincs elég időm rá. Hát azt mondja, mi nem húzol villanyt a fólián? Hát igen, 10, 10:30-ig, mondjuk 10 óra valamennyig még lehet látni. Még ha villanyt dugnék a fóliába is, és 1 óráig dolgoznék, és akkor 4 órakor keljek fel, hát akkor mi volna? Valahogy ilyen a helyzet, és ezt csinálja a mostani ember. Ezt csinálja a keresztény világ, és ezt csináljuk mi is sajnos, akik Isten gyermekei vagyunk, akiknek a feladata, a dolgunk egészen más kellene, hogy legyen. Anyáméktól hallottam, hogy úgy mondták régen, nyáron, soha nem gyújtottunk lámpát, hát villany még nem volt akkor. Amikor sötétedett, lefeküdtünk, amikor már jól lehetett látni, otthon felkeltünk. Nincs már ilyen világ. Most már kell a villanyt használni, sok mindent kell tenni, nincs pihenés, nincs semmi, az isteni dolgok háttérbe szorultak. Volt idő imádkozni, az emberek szekére jártak, vagy gyalog jártak, és mindenhova eljutottak. Mi jobbnál jobb autókkal járunk, és soha nem jutunk el sehova. Nincs időnk, és csináljuk, amit tudunk, mert azt mondjuk, hogy így kell. Vannak ilyen jó emberi mondások, felénk nagyon sokszor szokták mondani, hiszen mi emberek vagyunk, megszeressük magyarázni úgy, mint a zsidó nép, hogy nem jött még el az ideje a templom építésnek, hogy miért dolgozunk ennyit, és miért foglalkozunk. Mi is találtunk egy jó magyarázatot. Azt mondják mi felénk a testvérek, idősebbek, és már mi is átvettük ezt, hogy úgy van, úgy kell csinálni, ahogy a mondás mondja, ahogy az írás mondja. Hát nem tudom, én nem találtam feljegyezve sehol ezt. Úgy imádkozzál, mintha azonnal meghalnál. És úgy dolgozzál, mintha örökké élnél. És mindezt az úgy dolgozást, ezt nagyon megszívlel. Ezt nagyon magunkévá tesszük, és ezt csináljuk. Pedig az Isten ége mást mond. Tudjátok, mit mond az Úr Jézus erről a munkáról? Azt mondja, keressétek először mit? Az Isten országát. Azt keressétek először. És mi lesz a többivel? A többi megadatik néki. Ki hiszi ezt már el, testvérek, a mai világban? Se a keresztények, még mi se. Isten országát kellene keresni először, és a többi megadatik nékünk. De mi nem hiszünk ebbe. Valahogy a modern ember, mi is közéjük tartozunk sajnos, valahogy már nem igényeljük az Isten segítségét. Már valahogy, mintha boldogulnánk Isten nélkül. Már nem vagyunk olyanok, mint régen, akik bíztak Istenbe, hittek, és tudták, hogy minden tőlük függ.
Mi, ha el akarunk jutni valahova, azt mondjuk, hogy elmegyünk. Pedig Jakab apostol azt mondja, úgy kellene mondjátok, ha az Úr akarja. Mi az Úr akaratával már nem annyira törődünk. Úgy megélünk magunkba. Mindent el tudunk rendezni a mindennapi életbe. A modern világ, a modern technika mindent elrendez. Ha betegek vagyunk, hát ott vannak az orvosok. Az orvosok minden betegséget gyógyítani tudnak. A múlt nyáron apósom kapott egy ilyen gyenge agyvérzést, vagy egy vérrög elindult az agyába, és akkor valahol ott megállt, és lebénult az egyik oldalas, nem tudott járni, és minden. És az orvosok elrendezték. Kezelést kapott, mindent, és elrendezték. És kitörődik azzal, hogy az Úr ott van, vagy nincs az Úr. Mi elrendezzük, mert mi tudjuk. Igen, Isten igéje azt mondja, amikor beteg van köztetek, és jó, mikor így imádkozunk, de az isteni ige úgy szól, hogy ha valaki beteg közületek, mit csináljatok vele? Imádkozzatok érte. Menjenek el a vének, kenjék meg olajjal, és mi fog történni? Meggyógyul a beteg. Ki foglalkozik már napjainkban ilyennel? Kitörődik azzal, hogy most imádkozzunk, és akkor majd meg fog gyógyulni a beteg. Nem is hisszük el nagy részt. Másrészt meg ott az orvos is azért van. Természetesen az orvosnak az Úr adja a bölcsességet is, és ez így jó, így helyes, ha az orvos is van. De ha Isten és az orvos együtt dolgozna, ha mi jönnénk Istenhez és mennénk az orvoshoz, egész biztos más volna a helyzet. 1800-as években, amikor az advent mű megkezdődött, egy testvérnő nagyon beteg lett, és az orvosok persze nem tudtak segíteni, még kezdetleges volt az orvosi tudomány akkor, és két testvér úgy érezte, hogy meg kellene látogatni ezeket a testvéreket. Körülbelül 50 kilométerre laktak, és a kis szekérrel eljöttek az atyafi házához, nem tudták ők, mi a helyzet, nem volt telefon, ez az, és eljöttek, és jöttek köszönteni, hogy jöttünk látogatóba. Jaj, de jó, hogy jöttetek, a feleségem nagyon beteg, nem imádkoznátok érte? Dehogy nem. A felesége már olyan beteg volt, hogy nem reagált a környezetre, már nem tudta, mi van. És ezek az emberek először azért imádkoztak, hogy a testvérnő vegye észre, hogy itt vagyunk. Adjon az Úr neki annyi egészséget, hogy vegye észre, hogy mi itt vagyunk. És imádkoztak, és azt vették észre, hogy a testvérnő mosolyog, és int a kezével, hogy tudomása van arról, hogy itt vannak. Majd azért imádkoztak, hogy az Úr gyógyítsa meg a testvérnőt. A testvérnő két nap alatt felkelt, és végezte a dolgát, és meggyógyult. Már ilyesmit nem szoktak csinálni. Nem tudunk csinálni, nem is hiszünk benne. Körülbelül 30 évvel ezelőtt, Klárika, te emlékszel rá, egyszer Nozsoridon látogatást tettünk Ákin bácsinál. Beteg volt, pünkösdista testvér volt valamikor, adventista lett, és élete utolsó idejében elég beteg volt. És elmentünk egyszer meglátogatni, és az atyafi azt mondta, hogy ő kérte a testvéreket, hogy hát tegyenek úgy, ahogy írja az apostol, hogy imádkozzanak, érte, kenjék meg olajjal. De azt mondja, eljöttek a prédikátorok, még a konferenciától is volt valaki, akkor még a kolozsvári konferenciához tartoztunk, és én mondtam nekik, hogy nézzetek, úgy írja, csináljatok valamit. És azt mondták a testvérek, hogy prédikátor testvérek, nincs felhatalmazásunk, hogy ilyet tegyünk. Drága testvérek, ez van napjainkban. Nem hiszünk az isteni dolgokba úgy. Nem bízunk abba, hogy az Úr meg tud gyógyítni, meg az Úr segítni tud. Pedig tudjuk azt, hogy Jézus minden betegséget gyógyított. És Jézusnak a keze nem gyengébb most se, mint akkor. Igen, Isten és az orvos csodákat tudna tenni a mi életünkben. Földműveléssel foglalkozunk, és napjainkban nagyon sokat kell dolgozni. Nagyon sokat dolgozik a falusi ember, főleg mikor ilyen asszály van, probléma van, mindent megtesz, és úgy érzi, hogy a munkájában nincs eredmény. Amint éreztük ezt most az idén, ezen a nyáron, és amit ti is majd fogtok érezni később, amikor fizetni kell bizonyos dolgokért. Földművelés. Valamikor az emberek Istenben bíztak. Napjainkban a földművelő ember saját magába bízik. Tudja, hogy mit kell tenni. Tudja, hogy mit kell tenni asszálykor, tudja, hogy mit kell tenni akkor, amikor kártevők vannak. Napjainkban más a világ, más a helyzet.
Én nem értem el azt az időt, de idősebb emberektől hallottam, hogy régen, mikor a falusi gazda felszántotta a földjét, majd megboronálta, majd vette a bakót a nyakába, és elszórta a búzáját, majd utána újból megboronálta, és felrakta a szerszámait a szekérre, és mielőtt elment, levette a kalapját, és megköszönte Istennek, hogy adott erőt, hogy be tudja vetni az ő földjét. És megkérte Istentől, hogy áldja meg ezt a földet, áldja meg ezt a vetést, áldja meg ezt a termést, és segítse, hogy ebből majd legyen kenyér. Amit ő most elvetett, majd később, majd ez ősszel volt, mondjuk szeptember, októberben, majd június, július, amikor jön az aratás, tudja learatni, és legyen a családjának kenyér. Soha nem láttam egy traktoristát így tenni napjaimban. Elvetik, azt se tudják mi, hogy. Senki nem kéri az áldást. És sajnos ilyenek vagyunk mi is. Ha akarjuk, hogy termés legyen, a száj van. Uram, olyan nagy szükség nincs rád, mert jó kútjaink vannak, megöntözünk. Ha nem terem úgy a dolog, műtrágya van elég, s műtrágyázunk. Ha lássuk, hogy kártevők vannak, permetezünk. Pedig Isten azt ígérte, ha ti hűségesek vagytok, én esőt adok nektek időben. Úgy van írva. Megáldom a ti földjeiteket. Áldás lesz környezetetekbe. Azt mondja az Úr, megdorgálom a kártevőt, hogy ne menjen a ti földjeitekre. Testvérek, el se hisszük ezeket. Isten igéje írja. És az isteni dolgokkal már nem foglalkozunk mostanában. Nehéz az embernek az élete ebben az utolsó időben. Az emberek Istennel már nem foglalkoznak úgy. Már nem szeretik úgy Istent. Már nem vágyunk úgy a közösség után. Már nem vágyunk után úgy a gyülekezet után. Már nem vágyunk úgy az Isten tiszteletek után. Nagyanyámék abban az időben gyerek voltam, s hallottam, minden szombaton Fugyiba nem volt gyülekezet, csak az ágyülekezet volt valamikor itt Várodon. Minden szombaton gyalog beléptek az imaházba. A zsebükbe tettek egy pár szem kockacukrot, ha volt, vagy egy kis kenyeret, mert más nem nagyon volt. És akkor délbe azt megeszegették, ittak rá vizet, mert az volt. Megvárták a délután istentiszteletet, és szépen hazamentek. Majd este, estére hazaért. Hogy csinálunk mi? Mit teszünk mi most napjainkban? Teszünk mi ilyet egyáltalán? Ó, ha pillanatok alatt nem érünk el az imaházba, baj van. Tehát ismerjük mi a magunk helyzetét. Nem vagyunk olyanok, amilyenek kellene. A szombatnapok, azok áldásai, áldásait valahogy nem is igényeljük. Valahogy nagyon jól megvagyunk a közösség nélkül. Valahogy nem is vágyunk a közösség után. Hallottam olyan testvért, aki azt mondja, hát, nem is megyek el az imaházba, miért? Bekapcsolom a speráncát, meghallgatok egy jó, két jó prédikációt, és ott van, és minden el van rendezve a szombat áldásos a mi részünkre. Nem? Igen, meg lehet a prédikációkat is hallgatni. Az első keresztényi korszakban, az első keresztények, az apostolok idejében a közösségek olyan szorosak voltak, hogy azt mondja, minden nap együtt voltak. Szívük, lelkük egy vala. Együtt ettek, együtt imádkoztak, együtt énekeltek, és boldogok voltak együtt. Már nincsenek ezek. Pedig ez kellene, hogy legyen az utóbbi idő, az utolsó időben is. Isten népe szeretettel legyen. Egyik testvérnő külföldön dolgozott egy nyáron keresztül, és miután hazajött, megkérdeztem tőle, na milyen az adventista élet ott? Mit csinálnak az adventisták? Milyenek a gyülekezetek? És azt mondta, ha nem tudom. Hát hogy én nem tudom. Hát nem mentem, otthon voltam, meg kimentem a parkba. Nem vágyik az ember közösség után. Nem vágyik a gyülekezet után. Valamikor, és még napjainkban is, vannak olyanok, akik nagyon vágynak. Van egy testvérnő nálunk, Kati néni, ott kinn lakik a tanyán. 3-4 kilométerre. Amikor biciklizni tudott a kis rossz Pegász biciklével, minden szombaton eltekert az imaház. Jön az imaházba, amikor találkozunk, képzeld el, azt mondja a Józsikám, megfogott a zsalu, és
Azt mondta, hogy mi nincs, mellény nincs, az se, nagyon meg fog büntetni. Azt mondtam neki, tudja mit, imádkozok magáért, és ne büntessen meg, elengedett. Nem, testvére, ezt megcsinálja, és amikor csak tudod, gyalog, vagy elhozassa magát, mindig eljön az imaházba, mert vágyik a gyülekezet után, vágyik a közösség után. Akik megtehetnénk azért, annyira nem vágyunk, pedig volna lehetőség, és mégis jobban szeretünk otthon. Az egyik prédikátor mesélte, hogy Kolozsváron azt hiszem, volt egy testvérnő, akinek nem volt senkije. Az egyetlen fia az Amerikai Egyesült Államokba élt, ő pedig itt volt egyedül, senkije nem volt, semmi közeli hozzátartozója. Rendszeresen járt a gyülekezetbe, és a gyülekezet természetesen látogatta úgy, ahogy lehet. Szóval egy alkalommal eljött a fia, és elvitte a testvérnőt Amerikába. Boldog volt a gyülekezet, hogy ne, hiszen testvérnő a családja közé került, és biztos jó lesz neki, jobb lesz, mint egyedül ott. És eltelik egy 5-6 hónap, egy év ott körül, és egyik reggel a legnagyobb megdöbbenésükre, amikor mennek az imaházba, a testvérnő ott van az imaházban. És mondják nekik, hát testvérnő, hát mi lett veled? Nem volt jó dolgod Amerikába? Ja, nagyon jó dolgod. Mindenem megvolt. Külön szobám volt. Mindenki körülöttem forgott. Amit csak akartam, nekem minden megvolt. De mondtam a fiamnak, fiam, én adventista vagyok, és én szeretnék menni az imaházba. Természetesen a fiam megkereste az adventista imaházat, és elvitt engem az imaházba. És olyan boldog volt, amikor beléptem a gyülekezetbe. Jöttek a testvérek, mindenki mosolygott, úgy örültek, olyan szépen beszéltek, mondtak, én is mondtam, ők se értettek semmit, én se értettem semmit. Semmit nem értettünk. Fiam, olyan jók ezek a testvérek, de nem értek semmit. Valamit csináljál. Azt mondja, a fia New Yorkban megtudta, hogy van egy gyülekezet, magyar gyülekezet, és elvitte a mamát New Yorkba. És ott volt a gyülekezetben egy szombaton. Majd még egyszer elvitte. De hát nem tudom elvárni azt a fiamtól, hogy minden szombaton engem elvigyen New Yorkba, messzire lakunk. Repülővel meg nehezen jutunk el oda. És ezért visszajöttem. Nekem hiányzik a gyülekezet. A gyülekezet nélkül nem tudok élni. És ez a testvérnő hazajött Amerikából, ide a nyomorba, csak hogy legyen gyülekezet. Ilyen testvérek, vannak ilyenek is. Sajnos nem vagyunk mindannyian ilyenek. A technika ez nagy áldás a mi részünkre. Olyan jó, hogy láthassuk az Isten tiszteleteket a Speráncán. Olyan jó, hogy prédikációkat láthatunk, meg mennek direktbe Isten tiszteletek, minden. De nem helyettesíti a közösségi életet. Nem helyettesíti azt, ha itt vagyunk a gyülekezetben. Nem helyettesíti azt, amikor testvér a testvérrel találkozik. A mai világunkban a telefonon mindent elintézünk. Felhívom, az egyik testvér összevitatkozott valakivel, és azt mondja, felhívtam telefonon. És mit csinál? Kinyomta. És mit csináltál? Írtam egy SMS-t, hogy bocsi. És tényleg azt hiszük, hogy ezt így el lehet rendezni. De ha odamész, és azt mondod a testvérnek, hogy bocsáss meg, és megfogod a kezét, és rámosolyogsz, és az rásra, hogy te őszintén csinálod, amit csinálsz, akkor más a helyzet. Akkor a testvér megbocsát, és újból szeretet lesz ott, ahol problémák voltak. Igen, testvérek, ha mi az isteni elvárások és az isteni gondolatok szerint élnénk, akkor jönne az isteni áldás a mi részünkre. Lehet, hogy nem teszünk így. Lehet, hogy sok mindenbe nem tesszük azt, amit Isten elvár. Azért mondja az Úr a mi részünkre is a jelen pillanatban, hogy gondoljátok meg jól a ti útaitokat. Gondoljátok meg, hogy ahogy éltek, amit csináltok, ez jó, ez helyes. Lehet, hogy mindannyian rájövünk, hogy vannak dolgok, amik nem jó. Természetesen van, ami jó, és Isten erejének segítségével tudjuk korrigálni a dolgokat. És megváltozik a helyzet, és Isten megáll bennünket. Érdekes ez a zsidó nép, hogy térjünk megint vissza hozzájuk. Aggeus próféta első alkalommal szólt, és ez a kemény nép, akit a fogság előtt annyi próféta figyelmeztetett, és annyiszor szóltak az isteni igazságokról, és nem törődtek vele, most ez alkalommal a nép azonnal megtért, és azonnal megváltozott.
Figyeljük meg Ageus próféta könyve első fejezetének 12. versét. És meghallás Zorobábel, a Seáli fia és Jósue, a főpap, a nép minden tagja az Úrnak, az ő Istenüknek szavát és Ageus próféta beszédét, amiképpen elküldte az Úr az ő Istenük, és megfélemlék a nép az Úr előtt. Tehát az a nép, aki kemény nyakú volt eddig, most hallotta azt, hogy Isten azt mondja, gondoljátok meg az ti utaitokat. Megfélem lett a nép, és megváltozott a nép. És szól Ageus az Úr követte, mondja a 13. vers, az Úr küldetésében mondván a népnek, én veletek vagyok, azt mondja az Úr. Igen, ha lássa az Úr a hajlandóságot a változásra, az Úr jelzi, hogy veletek vagyok, és megadja azt, amire szükségünk van. És felindítá az Úr Zorobábelnek, a Juda fejedelmének lelkét, és ezeknek a többieknek a lelkét, és bemenjenek az Úr, és bemenjenek és munkálkodának a seregek urának, az ő Istenüknek templomába. Meghallották a beszédet, és megváltozott az ő felfogásuk. Ott hagyták az ő gazdaságukat, ott hagyták azokat a dolgokat, amely úgysem volt jövedelmező Isten nélkül, és elkezdtek dolgozni, munkálkodni ott, ahol az Úr elvárta tőlük. És ez a nép hallgatott az Isten szavára. Ugye egyből. És megváltozott, és elkezdtek dolgozni az Isten templomába. És építették az Isten templomát, és felépítették azt. A második fejezet 19. versébe figyeljük meg, mit mond a proféta. Felteszi a kérdést, van-e még maga csűrbe? És bizony a szőlő, a füge, a gránátalma és az olajfa nem termett? E naptól fogva megáldalak. Ezt ígérte az Úr. Akkor, amikor a nép elkezdett dolgozni, akkor, amikor a nép megváltozott, akkor, amikor a nép elkezdett Isten felé hajolni és az isteni dolgok után járni, azt mondja, megáldotta az Úr őket, és azt mondja, ettől a perctől kezdve érezni fogjátok az én áldásomat. És Isten segítségével felépült ez a templom. Drága testvérek, szeretném, ha érinteni a mi szíveinket a mai igen. Gondoljuk meg jól a mi útainkat. Ha nem szolgáltunk, amiben nem szolgáltunk, ahol nem szolgáltunk, úgy az Úrnak, ahogy ő elvárja, azon próbáljunk korrigálni. Isten megígéri, hogy velünk lesz. Isten megígéri, hogy megállt bennünket, és Isten megígéri, hogy munkájában részt vehetünk, és áldásos lehet a tevékenységünk a lelki háznak a felépítésébe. És mi több, az Úr az olyanok számára megígérte az üdvösséget, megígérte az örök életet. Azt hiszem, mindannyian szeretnénk odajutni, és mindannyian szeretnénk az Isten áldásaiban részesülni. Tegyük meg azt, változtassuk meg a mi útainkat, hallgassunk az Úrra, és érezzük az Úrnak áldását kegyelméből. Amen.
Isten tiszteletünk befejezésére a 374-es számú éneket énekeljük. Csak te légy velem megváltó, amíg éltélek, mennem is, ha nincsenek dolg, állam éneklek. Te Uram, Te Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, méltatlan bűnös gyermekét jövünk hozzánk ez óra végeztével. Hálánkat és köszönetünket szeretnénk kifejezni azért, hogy te szeretsz bennünket, te meg akarsz menteni bennünket, te figyelmeztetel bennünket, és akarod, hogy a rossz útakról, helytelen útakról visszatérjünk te hozzád. Adj erőt, hogy meg tudnánk gondolni útainkat, és te melletted döntsünk, és segíts bennünket arra, hogy ezen az úton úgy haladjunk, ahogy te előtted, kedves. Esedezzünk áldásodért az egész népedre, áld meg az egész világon művedet, áld meg ezt a gyülekezetet is, áld meg annak betegeit, áld meg a lelki betegeket, az ifjakat, öregeket, mindannyiunkat. Segíts, hogy egy szívvel, lélekkel legyünk, és készüljünk a te veled való találkozásra. A nap hátra levő részében is áldjál meg bennünket, az Úr Jézus érdemébe kértünk. Amen.
A Van Remény kiadványal kapcsolatosan szeretném kihangsúlyozni azt, hogy ez egy nem egy több számból megjelenő folyóiratról van szó, hanem egy egyszerű megjelenésű magazinról, amely 92 oldalas, tehát egy ilyen vastagabb folyóirat, egy Nagy József testvérén lehet rá feliratkozni.